A Kreml nem reagál Alekszej Navalnyi feleségének felvetésére, melyben Julija Navalnaja férje megromlott egészségi állapotára hivatkozva követeli az elítélt orosz ellenzéki politikus szabadon engedését. Természetes, hogy a letartóztatott vagy elítélt rabok között vannak olyanok, akik panaszkodnak az orosz börtönviszonyokra, de nem tudunk rendszer szintű problémáról a szövetségi büntetés végrehajtási szolgálatban, mondta pénteken újságírók előtt Vlagyimir Putyin szóvivője. Ebben az esetben úgy gondoljuk, hogy bármilyen nyugati szankció szándéka egy orosz elítéltel összefüggésben teljességgel abszurd volna. Navalnyit a Vlagyimir megyei Pokrov 2-es javítókolóniában tartják fogva. Korábban már elpanaszolta, hogy éjszaka óránként felébresztik őt az őrök, mivel szökésre hajlamosnak nyilvánították. Nagyon rossz egészségi állapotban van. Erős fájdalom kínoszta a hátán és a jobb lábán. Számol be róla Olga Mihajlova, Alekszej Navalnyi ügyvédje. Óriási fájdalommal jár számára az ágyból felkelni, mert fáj a háta, és a probléma átterjedt a jobb lábára, amelyre nem tud ráállni, és amelynek egyes részei érzéketlenné váltak. A bírósági tárgyalása közben képtelen volt leülni, mert az idegbecsípődés miatt csak állni és feküdni tudott. Ibuprofen gyulladásgátló tablettákat és kenőcsöt kap. Navalnyit január 17-én vették őrizetbe Moszkvában, amikor hazatért Berlinből, ahol több laboratórium egybehangzó véleménye szerint mérgezés miatt kezelték.